egyelőre még Rados mindig nincs olyan állapotban, hogy el lehessen végezni a szabadrúgást. 4 perc lesz a ráadás, legalábbis ennyit tervezett a játékvezető akkor még, amikor nem következett be Rados sérülése. De most emiatt lehet, hogy még egy plusz perc rákerül erre a négyre. Mutatja Andor Szabó Radosnak, hogy most már legyen olyan kedves végezzel a szabadrugást. Vinicius. Rubic. Kutács. Kivitte a labdát a vonalon kívülre. Stopira. 1 perc elment a négyből. Vitor Gomes. Íveli előre Juhász felé. Juhász lökött a levegőben. És sárgát kap Juhász Roland. Ezek szerint nem csak lökött, hanem lehet, hogy könyökölt is. Teljesen korrekt ítéletet hozott Andor Szabó. Radosnak már van egy sárga lapja időhúzás miatt. Stopira. Viktor Sándor. Elől 3 Fehérvári, majd 4 Diósgyőri. Nikolic. Rados. Henyves kézzel szinte úgy tapadta Diósgyőri kapus kezébe a labda. Újabb lépéssel közelebb kerül a Diósgyőr a kupa győzelemhez. Kutács. Szinte kapóra jött számára a szabálytalanság, ezzel megint megy az idő. És még azzal is mehet az idő, hogy a Diósgyőr majd cserélni fog. Barci Dávidot beküldi Szivics. És Bacsát pedig lehívja. Ebből nem 4 perces hosszabbítás lesz, az 5 a minimum. Micsoda botrány volt itt az előbb. A videóton kispadjáról, én nem tudom ki ez az ember, a másodedző vagy kicsoda, oda ment Szivicshez, és kis ilyen lefejelte. Elég feszült a hangulat a fehérváriak kispadjánál. Debreceni. Ez most már nem is futball, szinte háború. Futás. Ez lesz persze. Futás elrúgja a labdát. Sípszó után Kalatayud egy tartaléklabdát próbál játékhozni. José Gomes mondja magáét. Szivics nem érti, José Gomes mutatja, hogy számoljam még be, nem tudom én mennyi időt a játékvezető. Közönség azt várja, hogy Andor Szabó lefújja a mérkőzést. Van itt minden, mint a búcsúban Grumic. És ebben a pillanatban vége a találkozónak. Megnyeri a mérkőzést tehát a Diósgyőr együttese 2-1 arányban. Na és aztán megint rohan valaki a kispadról a fehérváriak részéről, és mondja magáét Andor Szabónak. Nyilván a hosszabbítással van gondjuk, hogy többet kellett volna számolni, nem 4 percet, hanem sokkal többet. A diósgyőrieket ez már nem érdekli. Ők először a klub történetében megnyerik tehát a Liga kupát, és 34 esztendő után ismételten nyernek kupát, hiszen utoljára 1900
80-ban sikerült magyar kupát nyerni. Összeroskadva a fehérvári játékosok, hozzáteszem, a fehérváriak előtt is én megemelem a kalapomat, mert tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább X-re hozzák, azaz hosszabbításra a mérkőzést. Számukra nagyon rosszul indult a találkozó, hiszen két támadás, két gól, ez jellemezte a diósgyőriek futballját a mérkőzés elején. És utána óriási mérkőzést láttunk, hatalmas, izgalmas összecsapást, dramos, jó találkozót. A végén már persze voltak hisztik mind a két oldalon, de hát ez már az eredményből, illetve a hátralévő kevéske időből fakadt. A diósgyőriek óriási ünneplésbe fognak kezdeni nyilvánvalóan, hiszen majd következik hamarosan a kupa átadása. Minden esetre mi tartunk egy pici szünetet, és aztán jövünk mindenféle értékeléssel majd. Thank you.